Folytatjuk a Dodgem adását, méghozzá egy másik magyar sikeres csapatsporttal, illetve mondjuk ez tényleg sikeres a kézilabdával. Igen, bár itt is van egy 8-as sajnos, mint a fociban, csak ott más jelleggel jött a 8-as. Igen, itt most sajnos a lányok a végén a világbajnokságot a 8. helyen zárták Szerbiában, most ezzel fogunk egy picit foglalkozni. Kettős hosszabbítást követően drámai csatában a negyeddöntőben búcsúzott a női kézilabda válogatott a szerbiai világbajnokságon. A dél-amerikai ország csapata végül 33-31-re nyert, a magyar együttes 8. helyen zárta a megmérettetést. Na most ez a brazilok elleni vereség, ez most bosszantó igazán. Nemrég ért véget a Brazília-Dánia elődöntől, a brazilok úgy agyonverték a dánokat, hogy csak na, és simán döntőben vannak. Igen. Tehát ebből azért azt úgy jó látni, hogy annyira rosszak azért mégsem voltunk. Nagyon jók vagyunk. Én tisztelem, becsülöm a lányokat, fejet hajtok előttük most ez a három kép, amit mutattunk. Szerintem mindenki láthatta, hogyha mondjuk lemontíroznák róluk a meszt és karateruhát raknák oda, akkor úgy nem, úgy néznek. Nagyon kemény volt ez a brazil. Szörnyű volt ez a brazil. Szörnyű volt ez a brazil meccs, és hát nyilván sok ilyen mérkőzése volt már a magyar női kézilabda válogatottnak, hogy megnyerhettük volna, de mégsem, de volt olyan, amit meg megnyerhettünk volna, és meg is nyertük, úgyhogy ez egy ilyen játék. Viszont nálunk is az lesz most sajnos a kérdés, picit hasonló helyzetben vannak, mint a focistáink, hogy azért itt is kapitány kérdés előbb-utóbb. Így igaz. Terítékre fog kerülni sajnos. Hajdú János ugye csak ideglenesen ugrott be. Kérdés, hogy ki fogja fölkészíteni ezt a csapatot a jövő évi Európa-bajnokságra, ami Magyarországon lesz. Nagyon jó kérdés, Gyula, nagyon jó kérdések vannak, de te vagy a kézilabda szakértő, és az a helyzet, hogy én tényleg nem akarom ilyen nyakkendős, megmondó emberként elmondani, hogy majd pedig az lesz, hogy és aztán úgysem az történik. Mert tényleg az látszik, hogy tehát azért ilyen nagyon keserű a szájízünk, mert hogy mindent megtesznek a csajok. Minden. Jó, tehát nem az van, hogy ellébecolják, nem játszanak, csípőretet kézzel állnak, és mert akkor jogosan mondhatnánk, de nem. Tehát igazad van egyébként, hogy tényleg fejben kell helyre rakni a dolgokat, tehát az oroszlán az hiányozni fog, aki vezeti őket, ahogy Napóleon is mondotta volt, hogy egy oroszlán vezetésű birka hadsereg erősebb, mint egy birka vezetésű oroszlán, ugye? Szóval mondtam is szerintem. Hát igen, az megint egy komoly kérdés lesz. Jó, ugye mindenki azt várja, hogy Kyle Erickből mikor jön vissza a válogatott élére. Sajnos pont talán egy mai hír, vagy tegnapi, hogy újra találtak nála rákos daganatokra utalójeleket. Tehát ez most egy nagyon rossz hír, amit kaptunk egyelőre. Mert ha ez így van, akkor előbb-utóbb el kell gondolkozni azon, hogyha nem jön vissza Kyle Erickből, akkor kell keresni egy kapitányt. Gondolom, akkor most itt megjön az, hogy talán egy magyar kapitányt, vagy nem tudom milyen külföldi edző jöhet szóba, de el kell dönteni valahol március tájékáig, mert jövő év végén Magyarországon rendezzük ráadásul az Európa-bajnokságot. Tehát itt is azért kezdünk időkorlátba. Hát belemetik most tippelgetésbe ott a Győr edzője, ugye például, de szerintem lesz megint ebből is egy ilyen herce-húca. Tippeljük meg, játszunk, megint meg tippeljük, lehozzák, nem az lesz, nézünk, miért nem az lett. Biztos, Tomi, ugye? Hogyha most elkezdenek női kézilabda kapitányt keresni, ott tudja, hogy nagyon sok népbe fog kerülni a kalapba. Meglátjuk, hát egyelőre még bízunk azért abban, hogy Kyle Erickből tényleg fölépül, és akkor március tájékára szeretett volna visszakerülni a válogatott élére. Hát neki is kell a kézilabda, meg ő is kell a kézilabda. És ő is kell nekünk. Szimbiózis, igen, ezt mondom. Na, hát meglátjuk, hogy alakul a női kézések sorsa. Újabb nagy meccs vár a listavezető Barcelona.